Bóbita bölcsöde már messziről látszik a felirat Balkány egyik legújabb közintézményén. A bölcsödében három csoportszobában várják a kicsiket. Teljes kihasználtsággal működik az intézmény, és minden férőhely betelt szeptembertől is, mondta műsorunkban Pálosi László polgármester. Olyan mértékben megnőtt az igény a bölcsödére, hogy nagyon nagy energiákat fektettünk abba, hogy Balkányba egy bölcsöde épülhessen. Hát én azt tudom rámondani, hogy még, a, még, számomra is meglepő volt, hogy mennyien járnak bölcsödébe, és mennyien be vannak iratkozva. Azt örömmel tudom mondani, most is teljes létszámmal, három csoportos bölcsőd, de 12 létszámmal. Szeptember 1 nem tudunk felvenni bölcsödés gyereket, mert teljesen megtelt a bölcsödénk. ez nagy öröm számomra, egyrészt azért, mert kihasználjuk azt az épületet, amit pályázaton nyertünk, másrészt pedig, hogy sok gyerek születik Balkányba, és egyre több gyerek születik Balkányba, és egy át fogunk lassan, lassan szépen térni általános iskolába. Eddig két első osztály volt, most már három, osztály, három, első osztály lesz. Muszáj fejlesztenünk az óvodánkat, mert túl sok a gyerek, és nem tudjuk elhelyezni. Úgyhogy kezd fiatalodni szépen lassan Balkány. Játszótér is várja kicsiket Balkányban. A településen indult zöldváros program részeként felújítják a zöld felületeket, és kondi parkot is kialakítanak. A Kossuth parkunkat 2010-ben gyönyörű szép fákat sajnos a vihar megtépázott, mint más helyen is, illetve hát a fák. Akác nőtt benne, azt rendbe kellett úgymond tenni, és a Zöldváros programban az első lépét ennek a Kossuth Parknak a rendbetétele volt. Sajnos ki kellett vágni 30 körüli fát, de ültettünk bele százat. Úgyhogy, és ezek nemes fák, tehát nem egy akácfa, hanem ezek nemes fák, cserjéket, bokrokat, teljesen megújult a Kossuth Parkunk. A másik része pedig a, a magas gyerek létszám is igényelte, hogy egy korszerű játszótér és egy Kondi Park készüljön el Balkányban. Egy már kész van, a második az reményeim szerint ebbe, ebbe az évbe kész lesz. Egy pontosan a futballpálya mellett van közvetlenül, tehát akik sportolnak szeretnének, a Kondi Parkot is teljesen ingyenesen használhatják. A játszótért onnan nem messze van, és még a öldvárosba sikerült a a piacunk részbeni lefedését. Minden szombaton mondhatom, hogy kis kistérségi piacunk van, teljes létszámmal és teljes teljedelemben üzemel a piacunk, nagyon sokan járnak a környékbeli településre is át, ezért az időjárás viszontagságai kiküszöbölve lefettük ezt a piacot. Tervezik a művelődési ház energetikai felújítását, valamint újabb kerékpárutakat is építenek Balkányban.